Na, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Egy picit így állítunk a szögön. Szögen? Jó, na hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb premierben. Ezúttal most a heti péntek, heti csütörtök pénteket fogjuk folytatni. A maiban ismételten Jomszi 2-es premierrel érkeztem nektek srácok. És mint ahogy a képen is láthatjátok, a mai videóban ezt a Liaz 62.12.70-es autóbuszt fogjuk elvezetni, illetve kipróbálni. Mert én ezt az autóbuszt, én még ezt nem csináltam meg videóban, úgyhogy gondoltam itt az ideje egy rohadt jó autóbuszt megcsinál, vagy bemutatni, és hát erre esett a választás. Na most egy picit vázoljuk fel a... picit azért felvázolnám a dolgot, ugyanis ez a busz kb. Ugyanúgy hasonlít az előző Liazhoz, tehát az 52-58-asra, ez az 52-56.58-ashoz. Viszont ez nagyon-nagyon kicsit másabb az előzőhöz képest, ugyanis ez már csuklós gyerekek. Ez már gyerekek csuklós, ahogy azt lehet látni. Na és hát akkor szerintem ne nagyon itten csacsogjunk tovább, hanem kezdjünk is bele. Vágjunk is a mai videó közepébe. Ja, most jelenleg megint itt hagytuk abba a dolgot. Kicsit váltunk előrébb az idővel. És hát nézzük meg ezt a buszt. Én ezt nagyon, nagyon nehéz ezt elmondanom, de hát kb. Azt azért majd mindjárt majd látni fogjátok, mert közben addig itten kirakom a buszt. Ez is export, ugyanúgy, ahogy a 2012-es változatban is. És hát megpróbálok egy viszonylag hasonlóképpen megmutatni ezt a járművet. Egyébként azt már ugye látni fogjátok, hogy mennyiben más az igazi képhez képest. Hát igen. Úgyhogy, ja, remélem már jó telik nektek a gyönyörű pénteki nap. Hát nem is tudom, Belgorod, Green White, tehát ez zöld-fehér. Úristen, jó kis orosz, ahogy most nézem az én szemszögemből nézve. Bocsi, ez volt előleg, illetve van egy sárga-fehér. Sárgás-fehér. Hát nem is tudom. Szerintem legyen ez a Belgorod, szerintem ez tökéletes. Azt hiszem a... mondja a 441-es, igen. Igen, jó. És akkor Krankenben kezdjük. Na most annyit kell tudni a járműről, hogy ez egy viszonylag tök jó jármű. Én már ezt régen vezettem, de utoljára Omszi 1-esben vezettem utoljára ezt a járművet, tehát akkor találkoztam ezzel a járművel, és úgy gondoltam, hogy ha netán kijön az Omszi 2, akkor ezt meg tudom csinálni, és meg tudom valósítani.
És hát ez így adódott meg. Úgyhogy az én. No! Mindjárt kirakja a járművet. Na, amíg kirakja a járművet, addig beszélgetünk egy kicsit. Kicsit ugye... Vagy hát most rakja ki a járművet. Csak eléggé picit lassan, lassan, mert hát ugye... szerintem nem fogsz szaggatni az OBS tőle. És hát itt is van a buszunk, ami látható, hogy jócskán hosszú. Hosszú, mivel ugye csuklós, és a jármű az szerintem tökéletes. Hát nézzük meg kívülről ezt a járművet. Ugye jócskán hosszú. Hosszú, és mint ahogy ezt látható itt a tetején, azt hiszem, nem tudom, hogy micsoda ez, de vagy légkondicionáló lehet. Lehet, vagy nem tudom. Hát picit furcsa. Picit furcsa nekem a járgány. Járgány, tehát... az már itt előfordulhat. Mert igen. A jármű egyébként, hogy mit tud kívülről, hát kívülről legelőször is föl lehet nyitni itt a hátulját. Azt figyeljétek, man! Mi ez az atomfizika? Oda nézzetek már! Az mi? Ennyire ki lehet nyitni? Az igen. Hallod, nézzétek meg, átlóg az ablakon keresztül, azt a rohadt! Fú, gyerekek. Na, akkor nézzük meg belülről ezt a járművet, hogy mit tud. Nézzük meg. Hát, a belseje az nagyon szépen ki van dolgozva. Tehát a belsejében nem rontottak el semmit. Teljes mértékben ugyanúgy van megcsinálva, mint ahogy az eredeti képen. A csukló az tök jó tartja a formát, tehát elképesztő, tehát elképesztően jó néz ki. Na és akkor nézzük meg a sofőrülést, tehát a sofőr részleget. Hát bevalljam az őszintét, ez nem félajtós. Ez nem félajtós, megmondom az őszintét. Tehát ez nem félajtós. Azért megmondjam az őszintét, biztos, hogy nem félajtós. Tehát ezt már így le lehet szögezni. Tehát ezt már így le lehet szögezni. És nézzétek meg, tehát elképesztő. Az ajtó nyitása. Hoppá. Na azaz. És nézzétek meg, ez gyönyörű, elképesztő. Gyönyörű, gyönyörű maga a jármű. Hát, ja, akkor nézzük meg ezt. Igen, ezt itt benyomjuk. És így indul be. Na figyeljétek!
Elképesztő. Nézzük a hangot. Nézzük, csukott ajtón keresztül. Elképesztő. És nézzétek meg a motor. Oda nézzétek a motort. Motort nézzétek. De nagyon friss volt. Nem tudom, mi ez a lámpa, hogy te hívodna fölfelé. Mindegy. Na, akkor állítsuk be a járat számot. Hát itt ugye nem lehet beállítani, mert nincsen készülék. Készülék. Készülékünk. Hát igen, kézifék az villog. Oké. Kiengedjük a kéziféket. És hát szerintem így most ellenátúra elkezdjük akkor vezetni, jó? Na nézzük. D-ben. És indul. Hát igen, belülről azért nagyon el van így szigetelve a hang. Azért elképesztő. Azért elképesztő. A szigetelés az nagyon megvan. Most így egy kicsit kinyitjuk az ablakot. Na menjünk. Játéka? Lehet a játéka, de mindegy. Ezért elképesztő a jármű. Gyönyörű a jármű. Azért megnézzük, hogy ennél az index az hogy megy, mert indexelni nagyon nehéz lehet ezzel a busszal. Na nézzük meg. Index. Indexes kanyarodás. Nézzük csak. Jó! Gyerekek, jó az index. Gyönyörű. Elképesztően jó a hang. Jó a hangja neki. Tökéletesen meg van csinálva, pont ahogy ezt kell. Fantasztikus. Hoppá, pont jókor váltott vissza. Júj! Hallod azért? Úristen gyerekek, a féken még dolgozhattak volna rajta. Ilyetek, nem bírtam fékezni, öcsém. De várj már, ezeknek van egyáltalán dísztárcsájuk, vagy valami ilyesmi? Van egyáltalán? Ne? Csak így ellenátúr semmi kerék. Hát semmi kerék. Semmi kerék, öcsém. Van olyan, amikor kereket is raknak rá. És hogy füstöl hátul mennyire füstöl a kipufogó. Elképesztő, gyönyörű.
Gyerekek elképesztő. A busz... Ez nagyon be lettünk nyalva. Hát igen, ugye a kereszteződésig. Hát igen, tolatni nem lehet ezzel, tehát nem lehet tolatni. Hát ez gyönyörű. Na várjatok, egy kis visszarakást ezért csinálunk itt. Ja nem, már most már nem. Menjünk? Gyerekek, na jó van, most már felmegyek. Felmegyek a patkára, kész, nem érdekel. Nem érdekeltek. Hát ez már akkor kellett volna, amikor erősen kéne fékeznek. De én mondjuk olyat is csináltam volna, hogy hamarabb befékezek. Tehát, hogy hamarabb befékezek. Na az mondjuk az segített volna rajta. Nem láttam, de nem volt senki a megállóba. Senki a megállóba, ez hogy? Mi van? Hogy érted azt, hogy senki nincs a megállóba? Ez mi? Fú, te! Megint állítanunk el az időn. Vagy az idő budjant meg. Na várjatok, átállítjuk 13-ra. 13-kor sincsen senki, na jó van. Hát akkor itt állandátul, akkor elindulunk. Hát akkor itt nem beszéltünk semmit. Ha van egy utas, akkor szépen azt felszedjük. Hát most nem fogunk itten percenként megállni. Hoppá, most kell erősen fékezzek. Azaz. Hát mondjuk itt jó lesz, mert akkor itt legalább tudom figyelni az időt, vagy nem az időt, hanem a lámpát. Gyerekek, de azért mutatom még egyszer, tehát ez gyerekek, ez annyit elmondanék, hogy az 50, az, hogy ez 52.56, 50, vagy az 52-56.58-as típusú autóbusznak így a testvére, csak hát így ugye ez pirosas szín, színű a rendszám. Tehát a rendszám az nagyon jól néz ki, viszont azért bevallom az őszintét, egy ilyen jármű azért élvezetes. Tehát gyönyörű. Ja, és nem tudom, emlékeztek még erre a részre? Na, képzeljétek el, itt indítottam még azt hiszem 2016-ban, amikor, vagy nem, 17 áprilisában. 17 április 25-én indítottam azt hiszem az OMSZI 2-t, és akkor ezen a helyen voltam. Most, mivel már kezdek egy kicsit belelendülni Mi a... Milyen vagy ember? Nekem van elsőbségem, idióta! Gyerekek? Ez micsoda? Mi a... Ez most komolyan füstöl? Ez mi a... Mi a retek? Na jó van, ez...
Na jó, ez picit nekem furcsa. Ez furcsa, majd nézzétek hátulról. Figyeljétek, amikor balra kanyarodok. Ez mi? Ez mi? Figyeljétek már. Ez most komolyan? Elfüstöl a busz? Nézzétek már meg hátul, szerintetek ez normális dolog? Ezért így állj már meg egy pillanatra. Oda nézzetek. Az mi? Az mi ott gyerekek? Az mi? Vágjátok ti egyáltalán? Nem csináltam a busszal semmit. És hogy gondol egyet, az befüstöl. De komolyan ilyen fehér füstöt kezd kitolni a hátsójából. Segélyből, de oda nézzé. Az mi? De mi az gyerekek, a motor? A motor? Hát a motor az... Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Azt hittem, hogy egy nagyon jó busszal nézünk elébe, de... Így... Hát eddig az elején tökéletesen ment. Most még valahogy, ahogy erősen kezdek fékezni... És hirtelen berántom a kormányt... Akkor hogy a fenébe füstölt el? De nézzétek meg itt ezt a füstöt! Ez hogy bír füstöt? Oda néz! Mitől kezdett el füstölni? Ezt nem értem. Na jó van. Na jó van, gyerekek. Én ezt már végképp nem értem. Én már végképp nem értem ezt a buszt. Busz, de tényleg. Ez mi volt? Tehát, gyerekek... Na jó. Na jó. Ezt komolyan nem hiszem el. Na, még elviszünk egy utas részt, jó? Na, várjatok. 76. Krankenhof. Nem, Bauerhof. Bauerhof, így is van. Ez az. Fú, gyerekek, jó van. Első ajtót nyissuk ki. Haló. Haló. Na, menjünk. A gyerekek... Komolyan mondom, füstöl a busz. De most ez ott komoly, figyeljétek belülről. Várjál, megállok itt egy pillanatra. Figyeljétek. Ez hogy? Hát ez nem hiszem el, gyerekek. Nem hiszem el, hogy füstöl hátul a busz. Füstöl a busz segge.
Hú, gyerekek! Hopfék! Ez most jó volt! Na jó, ez nekem picit furcsa. Hoppá! Hupszi! Hupszika! Majdnem ráhajtottunk a áthajtunk a piroson, mi? Aha. Hát ez gyerekek, ez őrület. Ez őrület, ez őrület gyerekek. Na menjünk. Na jó, most padló. Gyerekek, ez őrület. Most figyeljétek. Wow! Wow, megjött a függöny. A képe. Elnézést kérek, gyerekek, de hát most így föltámadna ilyen a szél. Mindegy. Úgy, nem. Elnézést kérek, hogyha itten kintről jönnek a járművek, de hát most forgalom van. Most elnézést kérek, hogyha így hosszabb lesz a videó. Csak most így ilyenkor koncentrálok a vezetésre is. Csak most ne menjek fel a patkára. Hoppá! Azaz, nagyon jó, hogy. Itt szállj le, barátom. A második ajtó, tiéd az első ajtó a következőké. Na mehetünk. Hát most azért gyerekek, füstölve megyek. Nem túlzok, füstöl hátul, és egyszerűen az utasok ezt nem veszik figyelembe. Ez mi? Elképesztő. Jó, fék. Oh! What? Hallod, fékeztem és elcsaptam két embert. Ez mi? Hallod, füstölve jövök, nem elég, hogy a busz az füstöl, de még elcsapok két embert. Hát gyönyörű. Hát gyerekek, ez a busz, ez... Jónak jó, csak hát... Az a helyzet, hogy nagyon füstöl. Azaz. Úgyni. Van még valaki? Nincs senki.
Nagyon jó. Hallod, szerintem én itt azt mondom, hogy itt már meg, itt már szerintem lehet, hogy a... lehet, hogy akkor leállunk valahol így a... valahol így most a benzin... Szerintem a benzinkút az jó lesz. Az elég lesz neki, szerintem a benzinkút az tökéletes. Na várjatok. Itt akkor fölmegyek, bocsi. Tudom, hogy ez nem szabály, nem szabályos, de hát muszáj. No! Jó van, szerintem én itt akkor meg is állok, mert most már nem megyek vissza. Krankenbe! Jó! Álljunk meg így! Jó. No. Hát kérem szépen, alást. Ez a jármű, ez jónak jó néz ki, viszont viszont egy problémám van az, hogy füstöl. Az, hogy füstöl, mint az atom. Tehát ez a probléma. Úgyhogy ezt a füstölést azt majd lehet, hogy ki fogjátok venni. Úgyhogy, ja. Na hát ennyi lett volna ez a busz. És hát igen. És hát így gyermekeim. Így ezt a buszt is kivégeztük. Úgyhogy gyermekeim, tehát ez elképesztő. Tehát a jármű az maga tökéletes, viszont az, hogy füstöl, azért már nem vagyok megelégedve. Tehát azt már így tételezzük föl. No, jó van gyermekeim, akkor én akkor már köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. A mai mai heti premierünk véget ért. Remélem élveztétek, ha igen, akkor like, feliratkozás gomb plusz a csengetyű, Discord szervereinket csekkoljátok, Michael Taylort, Meta Taylort, Gaming Rock, Hungary Teach-it, illetve Marály Tiger kollégáimat is csekkoljátok. Illetve, a Gaming Rock Hungary Teach-it Twitch csatornáján követés gombot nyomjátok. És hogyha lemaradtatok volna a tegnapi live-adásra, akkor a twitch.tv oldalon, vagy a Twitch oldalon, Twitch hivatalos oldalán vissza tudjátok nézni. Akkor a figyelmet köszönöm szépen, és hát találkozunk jövő héten csütörtökön, amikor is már egy újabb járművel fogok érkezni nektek. Addig is hát legyen szép hétvégetek, és a szép hétvégét kívánok mindenkinek, és holnap, és akkor csütörtökön, jövő héten csütörtökön találkozunk. Addig is szép délután mindenkinek. Sziasztok! Hello!